Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. Az elmúlt időszakban több vita is övezte a gyermekélelmezési intézményt. Az áprilisi közgyűlésen fogadták el ugyanis a gyermekétkeztetés áremelését. Ám nem csak erről szólnak a híradások, hanem az intézmény új kezdeményezéséről, a kedvenc menüről is. Az aktuális témákról ma esti adásunkban Bíró Csabával beszélgetek. Üdvözlöm! Jó estét kívánok! Ugye itt a bevezetőben elhangzott, hogy az áprilisi közgyűlésen egy áremelést fogadtak el a gyermek étkeztetés tekintetében. Mit lehet ennek a részleteiről pontosan tudni? Hány százalékos is ez az áremelés, illetve mi indokolta ezt? Picit visszamennék, és egy pár gondolattal magának az intézménynek a működését úgy gondolom, hogy fontos megismerni a mindazoknak, akik nézik a műsort és kíváncsiak. Tehát itt azért tudni kell, hogy a maga a Békés Csaba Gyermekélelmezési Intézmény egy közel 1,5 milliárd forint költségvetésű intézmény. Ebben nyilván a összetételét van egy része, amit a szülők által befizetett rendelet által szabályozott nyersanyagköltség plusz áfa. Ebből tevődik össze egy része, másik része az, ami ugye normatíva szinten megkap a fenntartó és ezt továbbítja, valamint van egy harmadik része, ez a legkevesebb, ez az, amit az önkormányzat hozzájárul ahhoz a költségekhez, ami fölmerül ugye a gyermekélelmezési intézmény kötelezően ellátandó feladatainak a tevékenységének ellátásában. Ez úgy tevődik össze, hogy éves szinten egy olyan 2017 éves adatot fogok mondani, ez egy olyan 660 millió forint érték az, amiből a gyermekélelmezési intézmény alapanyagokat, nyersanyagokat vásárol. Ennek az összetétele az olyan formában jelenik meg, hogy egy olyan 42-43 százaléka az, ami Békés Csabai helyi vállalkozóktól szerezzük be az alapanyagokat. Fennmarad egy olyan közel majdnem 6-8 százalék, ami Békés megyei vállalkozók, és 50 százalék fölötti arány egy nagyon-nagyon picivel az, ami olyan nagy vállalatok, nagy cégek szállítják be hozzánk a alapanyagot, akikkel ugye nem lehet versenyezni, kvázi, hogyha használhatom ezt a kifejezést. Ezek az eljárások, ezek mind ugyanúgy működik, ugye ez nagyon-nagyon komolyan van szabályozva. Tehát ez egy közbeszerzési Európai Uniós értékhatárt van, olyan rész, ami meghaladó beszerzés van. Ez szét van bontva alapanyag és nyersanyag típusokra. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyetlen egy, mondok egy tételt, mondjuk a sertéshús tekintetében valaki összesen pályázik az összesen, és ennek csak egy részét teszi ki, hanem szét van szedve, pontosan azért külön van szétszedve, hogy a lehető nyersanyag típusonként a lehető legjobb áron tudjuk mi beszerezni ezeket az alapanyagokat. Ezt egy külsős cég van megbízva, ezzel természetesen nem mi folytatjuk le ezeket a közbeszerzési eljárásokat. Egy külsős cég, aki nyilván ezzel foglalkozik. Mi összeállítjuk azt a nagyon-nagyon komoly élelmiszerbiztonsági szabályzatot, és igazából ez az, ami a gyermekélelmezési intézménynek a legfontosabb, mert ezen szabályozás, ezen kritérium rendszer alapján, amit mi beleteszünk a közbeszerzésbe, ez adja a biztonságát annak, hogy tényleg kiváló minőségű és prémium termékeket tudunk beszerezni. Itt ilyenek vannak meghatározva, ha csak egy példát mondok, hogy a gyümölcsjoghurtban minimum mekkora százalék a gyümölcs tartalmának kell lenni, de sorolhatnám. És ezeknek a lefolytatásában egy ügyvédi iroda lefolytatja ezeket a beszerzéseket, és hát nyilván mint általában mindig, ugye az ár dönt. Tehát azzal mi nem nagyon tudunk mit kezdeni, hogy ha évről évre nyilván a beszállítók azok a vállalkozások, amit az elmúlt két évben mondjuk, ha csak egy minimálbér emelésnél ők azt nyilván tovább szeretnék valahogy hárítani ennek legalább egy bizonyos százalékát, akkor nyilván akik pályáznak ezekre a tételekre, azok nyilván magasabb árat adnak be, fogják megnyerni ezt a közbeszerzést. Természetesen, ahogy így említettem, hogy vannak Békés Csabai vállalkozók, vannak olyan rész elemei ennek a közbeszerzésnek, amikor tudunk egy olyan kritériumot beletenni, hogy előnyben tudjuk részesíteni azokat a vállalkozókat, akik 40 kilométeres vonzás körzeten belülről szállítják a termékeiknek legalább a 30%-át, és ezt természetesen nekik nyilatkozni kell erről, ezt utána számlákkal igazolniuk kell, ezért nyilván pluszpontot is kapnak. Ezért van az, hogy előnyben tudjuk részesíteni a helyi vállalkozókat és a helyi vállalkozásokat. Nyilván az, hogy tényleg prémium termékekből és prémium alapanyagokból állítjuk el az ételeket, ennek nyilván magasabb az ára is. Tehát nem lehet ugyanaz, mint amikor elmegyünk egy üzletben vásárolni, ha csak
szemléltetni szeretném, akkor nem ugyannyiba kerül egy fagyasztott terméknek az ára, mint mondjuk egy friss terméknek az ára. A gyermekélelmezés intézmény nem használ fagyasztott termékeket, mi csak friss árukból dolgozunk, ezért is van az sokszor, amit el szoktunk mondani, hogy azért szükséges leadni előre a létszámokat, mert mi úgy rendeljük meg, következő napra friss húsokból dolgozunk, de erről úgy gondolom, hogy rengeteg ilyet, ilyen példát el tudnék mondani. Ez a 10%-os emelés, ez úgy gondolom, hogy aki ma bármilyen tekintetben, ha csak a saját közegében mozog és tudja jó, hogy pontosan az előbb említett minimálbér emelés és a költségek emelésénél ez indokolta ezt az emelést, ezt nem az intézmény takarítja meg ezt az emelést, hanem az intézmény azok, akik elnyerték a közbeszerzést, ők ennyivel magasabb árakat adtak meg. Nagyon helyesen úgy gondolom Békés Csaba városa úgy szabályozza a térítési díjfizetést, hogy a szülő az csak nyersanyagköltség plusz áfát fizet, tehát semmit nem fizet. Nyilván ezt a nyersanyag költség emelést, ezt a szülő fogja kifizetni, a többi hozzá kapcsolódó járulékemelést és mindent, az pedig nyilván az intézmény, a fenntartó és sorolhatnám. Tehát ezt a 10%-os emelést ezt sajnos nem lehet kivédekezni. Tehát polgármester úrnak volt egy ilyen észrevétele, hogy nem tartotta meg fenn alapozottnak mondjuk ezt a döntést. Az intézményt nagyon-nagyon hosszú évek óta soha semmilyen negatív, olyan jellegű, mondhatom azt, hogy bírságot nem fizetett, ami szerint nem megfelelően járt volna el a közbeszerzésben, nem megfelelően járt volna el annak tekintetében, ahogy a kötelező feladatot ellátja. Más lehetőség nincsen. Jogszabálynak megfelelően, törvényi előírásnak megfelelően járunk el. Sajnos ennek ez az ára. Azt is azért érdemes elmondani, hogy tavaly 2017 évben 6%-os nyersanyagköltség emelést javasoltunk a fenntartó önkormányzatnak, előtte pedig 5 évig nem volt emelés. Még így is, ha megnézzük a megyejogú városokat Magyarországon, de nem megyünk nagyon messzire, nézzük meg csak Szegedet, mondjuk Debrecent, Kecskemét, amit tényleg belátható közelségben. Így is a következő megyejogú város, ahol a térítési díjak legalább 20-30%-a magasabbak, mint a Békés Csabai. Ez úgy gondolom, hogy nekünk valahol ez is a célunk az intézménynek, hogy a lehető legkevesebbet fizesse a szülő. Nyilván az önkormányzatnak is hozzá kell járulni a költségekhez. Ugye a másik téma pedig az új kezdeményezése az intézménynek, az pedig a kedvenc menü. Mit lehet erről az egész programról tudni? Hogyan jött ennek az ötlete? Mennyire szeretik a gyerekek? Milyen visszajelzéseket kaptak már e felől? Hát mondhatom azt, hogy az egyik, nem is azt mondom, sikertörténet, mert ilyenről azért majd csak akkor tudunk beszélni, amikor hosszú évek távlatában nyúlunk vissza, hogy hova jutottunk el. Volt egy ilyen ötlet nálunk a gyermekélelmezési intézménynél, hogy hogyan tudnánk folyamatosan mérjük az igényeket, folyamatosan kapjuk a visszajelzéseket, hogyan, mint kellene nekünk, milyen ételeket kellene készíteni, és akkor úgy döntöttünk, hogy nyilván a lehetőségeinkhez mérten bevonjuk azokat, akik szereplői ennek a étkezésnek, és a Békés Csabán működő általános iskoláknak a diákjait kértük fel arra, hogy egy megkereséssel élve feléjük a intézményükbe kihelyeztünk egy dobozt, és abban javaslatokat tesznek, tehetnek arra, hogy mi az, amit szívesen fogyasztanának. Nyilván itt azért figyelembe kell venni azt is, hogy 10 napi étkeztetési napban kell az EMI rendelet alapján olyan étlap szerkesztési elemeket gyakorolni, csak egyet akarok mondani, nem akarok, mert nagyon sok ilyen van, hogy például 10 nap alatt egyetlen egyszer lehet bőzsírban sült ételt adni. Ilyen például mondjuk egy rántott sertésborda, egy milánói sertésborda, egy rántott hal, tehát ezt 10 napban maximum egyszer lehet adni, köretként is meg vagy miből mennyit, tehát nem úgy működik, hogy leülök és akkor kitalálok egy pár darab kedvenc ételt, amit szeretnék. De mi szeretnénk egy kicsit nyitni a gyerekek felé. A gyerekeket kérdezzük meg arra, hogy mi a kedvencük, mit szeretnének enni, és úgy tűnik, hogy jól működik a dolog. 3 általános iskolában voltunk már 2018-ban, és 2019 évben minden hónapban más általános iskolában egy diák javaslata alapján készítjük el ezt a menüt. Bele szerkesztjük ezt a menüt azon adott hónap napjába valahol, ahová be tudjuk tenni, rendelet alapján, és
elkészítjük a kedvenc menüt. Amikor azon a napon azt a diákot, aki javasolja ezt az ételt, elvisszük arra az adott konyhára, ahol az ő intézményében, iskolájában készítjük azt az ételt, bemutatjuk neki magát a tevékenységet, megmutatjuk, hogy milyen nyersanyagokkal dolgozunk, megmutatjuk azt, hogy hogyan néz ki egy főzőkonyha, milyen munkafolyamatok vannak, milyen eszközöket használunk, milyen szabályokat kell betartani, és hogyan működik az, hogy amikor beérkezik az áru, milyen szakosított raktár alapján, hogyan kerül az előkészítő után be a főzőkonyhára, hogyan történik az egész folyamat. Ezzel is egy picit megjutalmazva azt, aki javaslatot tesz erre, és kiválasztásra kerül. Nagyon jók a visszajelzések, nagyon pozitívak a gyerekek. Tényleg úgy gondolom, ez alatt a pár hónap alatt, ami visszajelzést kaptunk erről a pár hónapról, hogy tényleg örülnek ennek. Olyan javaslataik vannak, olyan ételeket javasolnak, amiket vagy otthon készítik el, vagy a kedvencei, vagy akárnak a testvérének, és tényleg szuper ötletek vannak. Azért azt tudni kell, hogy a gyerekek azért, ha lehet, akkor egy héten háromszor lenne milánói, kétszer rántott sajt, és kétszer pizza, akkor nekik bőven tökéletes lenne. Nyilván ezt azért így nem lehet, de próbálunk a kedvükbe járni. Ha jól tudom, a közelgő gyermeknap kapcsán is egy újdonsággal készül az intézmény, amelyhez hozzájárult ez a kedvenc menü is, a gyerekek felmérése. Mit lehet erről tudni? Mi lesz ez a kezdeményezés, ez az újdonság? Igen, szeretnénk mi is egy kicsit kedveskedni a gyerekeknek. Ugye, ha már gyermekélelmezés intézmény, akkor egy picit mi is próbáljunk visszaadni, és itt nem arról szól ez az egész, hogy ezt még kifizettetjük a szülőkkel, vagy tehát még mielőtt bárkiben mondjuk valami rossz gondolat megfogalmazódna. A gyermekélelmezés intézménynek van egy vállalkozási tevékenysége, ahol egy kávézót és egy éttermet üzemeltet. Ezt nyilván teljesen külön kell kezelni az alap a kötelező ellátandó feladattól. Viszont ennek olyan eredményei vannak, amit visszaforgatunk az intézménybe, és ebből olyan lehetőségeink vannak, amiket ugye az a alap tevékenységből nem lehet megvalósítani. Az egyik ilyen megvalósítás lesz pont most a gyermeknap kapcsán, amikor palacsintát sütünk a gyerekeknek. Kedvenc menüben nagyon sokan szerették volna, hogy palacsintát szeretnének ebédre. Na most ezt azért így ebben a formában nem lehet megoldani, ha csak belegondolunk abban, hogy 10 órakor mi elkezdjük kiszállítani az ételeket. Vannak olyan oktatási intézmények, ahol 1:30-2:00-kor mennek étkezni a gyerekek, nem lehet melegen tartani, friss tojással készül, nem lehet 4 óra hosszáig tartani, tehát itt azért olyan élelmiszerbiztonsági kockázatok vannak, ami miatt nem lehet mondjuk egy mindennapi étkezés során a palacsintát adni a gyerekeknek, de gyereknapról lévén ilyenkor kell nekik teret, lehetőséget biztosítani, és ekkor egy olyan 2018 az a szám, amit mondunk, mert 2018 van, de valójában egy olyan 2300-400 darab palacsintát fogunk majd lesütni. A kollégáim egy olyan 5 óra magasságában hozzákezdenek hajnalba, és egy olyan 15-16 palacsintasütővel egyszerre fogják a friss palacsintát elkészíteni. Kakaós és ízes formában lesz, és természetesen gondoltunk azokra is, akik a étel allergiában érintettek, ezért nekik gluténmentes lisztből laktózmentes tejjel fogunk készíteni palacsintát, őket is sok szeretettel várjuk, és ha már a kedvenc menüt így beletettük ebbe a palacsinta sütésbe, akkor reményeink szerint ott lesz az a 3 fiatal is, aki eddig a 3 a Belvárosi Általános Iskolából, a Petőfi utcai Általános Iskolából és a Erzsébethelyi Általános Iskolában, a Madács utcai székhelyéről, azok a diákok, akik javaslatot tesznek, ők is ott lesznek, ők is fognak palacsintát osztani. Úgyhogy mindenkit várunk sok szeretettel vasárnap 10 órakor a Csabonyai Kulturális Központ terasz felüli részén. Hát reméljük, nagyon sokan ellátogatnak, és mindenki megtalálja a kedvenc palacsintáját. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!